Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb vlogba. Itt vagyunk Bálinttal, aki a Sprinternek az egyik legújabb csapattársa. A Kódkulból került ére, ő pedig Siri. Köszönj! Hogyha még nem láttátok a Kódkulnak az eddig előző kettő videóját, akkor azt nézzétek meg, itt megnézhető. És most az arról szólt, hogy hogy lehet bekerülni oda, milyen az, hogyha valaki egy másik szakmából programozóvá akarja átképezni magát. Most pedig megmutatjuk, hogyha már valaki elkerül egy céghez, ahogy Bálint ide hozzánk, ez miként működik. Kezdjük el! Kezdjük szerintem onnan, hogy miért mentél el a Kódkulba, és végül miért egy olyan típusú startupot választottál, mint a Sprinter? Tök más területeken dolgoztam korábban, és viszont mindig is vonzott a programozás világa, csak mindig volt valami ok, amiért én ebbe éppen aktuálisan nem tudtam belevágni, és nagyon más irányba vitt az életem, de a Kódkul viszont biztosított egy olyan lehetőséget, hogy belátható időn belül gyakorlatilag garantálta azt, hogy egy ilyen környezetbe bejuttat. Milyennek képzelted a napodat, amilyen lesz majd, miután már valahol dolgozol, és a valóságban milyen? Nagyjából olyannak, mint amilyen a valóság. Nagyon király, de jó. Mint ami azóta történik, teljes mértékben lefedi igazából a reményeimet, az elképzeléseimet. Tulajdonképpen nekem tök szimpatikus, hogy gyakorlatilag ez a policy nem, hogy te 9-től 5-ig szigorúan bent ülj az asztalodnál, és nem tudom, úgy tegyél, mint aki valamit csinál, hanem van egy adott task, amit ugye meg el kell végezni, egy közös cél, amiért itt egy kisebb csapatban dolgozunk, és igazából a lényeg az, hogy ezt elvégezzük. Ami lehet, hogy nem tudom, éjfél és hajnal között. Ezt te döntöd el. Effektíven. Meg onnan akarod. Tehát így van, így van. Tehát ez a fajta rugalmasság az, ami borzasztóan szimpatikus. Meg a sörözések. Meg a sörözések. Mire vársz? Gyere. Egy olyan beszélgetésben vagyunk, hogy jó egy viszonylag kicsi 10 fő alatti startupnál a fejlesztési csapat felépülése, és ugye a Sprinter történetében 19 előtt mindig külső fejlesztőkkel dolgoztunk, hát még a legelején volt egy technológiai társalapítom, de pont az első befektetés megkapása pillanatában mondta azt, hogy annyi mindent csinált, PhD, más cégek, más startupok, hogy nem folytattuk együtt a közös utat. És nyilván a rövid távú eredmény elérésébe vagy ügyfélprojektekre baromi jó, hogyha a külsősökkel tudunk haladni, de egyértelműen tök más, hogy belső csapat legyen, és úgy, hogy most elértünk egy szintet és egy következő körös befektetésen vagyunk, úgy ebbe már azt terveztük, hogy belső csapat legyen. De mindig is valahol talán egy ilyen projektben jó, hogyha van technológiai társalapító, nem létszükséglet, csak akkor olyan problémák is jönnek, amiket kezelnünk kell. Ebbe lett az, hogy van egy interim CTO-nk,
és az interim CTO pont a külső és külső csapatokkal való koordinációba és a belső csapat építésébe tud beleszólni. Oda csatlakozott egy nagyon jó vezető frontendesünk, ugye a Norbi, aki nagyon jól tudja vinni, de hát nagyon erős backendek is vannak, backend feladatok vannak, és akkor van, hogy kell egy ugye vezető backendes, aki a mi technológiai stackünk, ugye a Node.js-el, a Cloud AWS-el, a Data Science részével, ugye egy összetett skill, és hát a legtöbben vagy külföldön vannak, vagy sajátot csinálnak, és ez igazából ami egy kívás. Tudtuk azt, hogy nyilván mellé kell egy junior, és a CodeCool pont itt jött be a képbe, hogy ott nagyon jó szakembereket képeznek el, akik ugye te frontend és backendbe is tök jól be tudsz dolgozni, de ahhoz szerintem nagyon fontos, hogy ott legyenek azok a szakemberek, akikkel napi szinten tudsz kontaktba lenni és fejlődni. Mondjuk engem az érdekelne, hogy te ezt hogy éled meg, hogy tudsz tanulni most, hogy már ugye találtunk is backendre is egy vezetőfejlesztőt, hogy tudsz együttműködni mind a Norbival, mind a Zoltánnal, és mit érzel a tanulási görbének, vagy akár ez hogy lehetne jobb? Hát alapvetően már a CodeCool-ban is nekünk úgy néztek ki a napjaim, minthogyha éles projekteken dolgoznánk, tehát ott is kvázi mentoráltak minket. Ilyen szempontból nagyon sok minden, én úgy érzem, hogy nem változott, amióta élesben valóban dolgozok. Tehát ugyanaz a feeling megvan, hogy ugyanúgy tudsz tanulni, mentorálni. Pontosan. Igen, ez a jó, de ugye ha mondjuk elmentél, már mondtad, hogy te nem akarsz egy multi környezetbe, de ahol mondjuk egy 10-20 fős fejlesztő csapatba egy láncem vagy a gépezetbe, ott ugye nagyon struktúráltan tudnád tanulni, ez a tanulás itt meg nincs meg, viszont sokkal nagyobb felelősség van benne. Most csak mit én mondok egy példát, ugye ott is vettünk fel pont abban a tárgyalóban, ahol egy befektetői meetingünk volt, ahol kvázi te prezentáltad a demót. Hát gyakorlatilag ez ismét egy olyan dolog, amit valamilyen szinten a CodeCool-nak is köszönhetek. Ott tulajdonképpen felkészítettek minket erre is, hogy gyakorlatilag ezen a területen, itt benne van a pakliban, hogy az ügyfeleknek, a megrendelőknek gyakorlatilag ugye demóznod kell, amit te elkészítesz, és hogy valamilyen szinten te ezt üzleti szemmel is tud nézni azt a terméket, azt a produktumot, amit te elkészítesz, és a megfelelő aspektusait tud kihangsúlyozni, kiemelni. Ez elég fontos. Az előző kérdésedre válaszolva pedig tulajdonképpen kihívás valamilyen szinten, valóban egy kisebb csapatban, nagyobb felelősség mellett dolgozni, de személy szerint engem valóban sokkal jobban motivál ez a környezet, mint teszem azt egy multi környezet, ahol tényleg talán van mentor program és a többi, de ugyanakkor a feladatok sokkal leszűkültebbek. Igen, szerintem ez fontos, hogy ez nem jó vagy rossz, hogy most egy kisebb startupnál, vagy nagyobb startupnál, vagy egy multinál, hanem itt jön ki jól, hogy a CodeCool felkészítés, a soft skill-ek annyira fontosak, és ezt a befektetői tárgyaláson is láttam rajtad, hogy nyilván felkészültünk rá, átbeszéltünk, de nagyon profin letoltad, tehát meg lett ez tanítva, és utána meg bejön egy személyes preferencia, hogy te hogy képzeled el az életed, ugye még az interjúnál is arról is beszélgettünk, hogy egy átlagos szürke szerda, hogy képzeled el, milyen problémákat szeretnél az életedbe, hogy érzel egy csapat milliót, és ugye itt volt az, hogy szerintem ez egy tök jó fit. Ennyi volt a mai vlog, remélem egy érdekes betekintést tudtunk adni abba, és hogy milyen, nem hogy csak nekem, ugye én a napjaimról már mutattam meg, de hogy így csapatilag hogy vagyunk, mit csinálunk, miért érdemes mondjuk egy ilyesmibe belevágni, ami karrierváltás, ugye mindig szoktam javasolni, hogy találd meg azt, amiben te igazán jó vagy és szereted és azt csináld,
Hogyha van gondolatotok vagy kérdésetek, akkor kommentbe tegyétek be, ha tetszett a videó, lájkoljátok, és hogyha most találkoztunk először, mindenféleképpen nyomjatok a feliratkozás gombra, illetve hogyha más nem is le Siri tetszik, akkor menjetek át Instagramra ugyanis, ott nagyon sok poszt fog jönni. Köszi, hogy néztetek, sziasztok!